Általában tovább élnek-e a kistestű kutyák, mint a nagyok? Köszönöm szépen, Marika. Kedves Marika, általában igen. Meg kell emészteni a választ, így van. Minél nagyobb testű kutyáról van szó, sajnos nem csak statisztikailag, hanem én magam is alá tudom támasztani, ez így van, annál rövidebb életűek a kutyusok. Vannak extrém, különösen rövid életű kutyusok, mint például a boxer, vagy az angol bulldog akik már 8-9 és hát 10 éves már matuzsálemnek szám, számítanak. Óriás testű kutyák közül a 12-13 éves kor az, az szinte, tehát olyan ritka, hogy mint a fehér holó kistestű kutyából, főleg a keverék, kistestű keverék kutya 15-16-18 éves kort is nagyon könnyedén megélhet, ha egyéb komoly megbetegedésben nem szenved. Tehát egy egészséges, más komoly betegségtől mentes életet gondolnék emögé. Tehát ha kistestű kutya kontra nagy nagytestű kutyus élettartam a kérdés, akkor igen, a kistestű kutya Általában, statisztikailag mindenképpen hosszabb életet fog élni, mint a nagy testi kutya. Ez így van sajnos.